Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szent misénket magyar hazánkért imádkozzuk. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat létreztem gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Én végtem, kérem az étaboldogságos, minden kosszakötelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Jesus.
király itt a földön országunk koronájával ékesítette, és szentjeid közé emelte. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány a példabeszédek könyvéből. Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor megsokasodnak életed esztendei. Megmutatom neked a bölcsesség útját. Egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. Tartsd meg intelmeimet, ne tágíts tőle. Őrizd meg, hiszen a te életed. Ne lépj a gonoszok ösvényére, és a gonosztevők útján ne járj. Hagyd el, s ne menj rajta tovább. Kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat. Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, még fényes nappal nem lesz. A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, maguk sem tudják, miben botlanak meg. Fiam, figyelj szavaimra, nyisd ki füledet a beszédeimre. Ne tévezd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében. Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testnek. Nagy gonddal őrizd szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát. Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes szemed pillantása. Egyenges sima utat a lábadnak, legyenek biztosak mind az útjaid. Se jobbra, se balra ne térj rá az útról, és a gonosztól tartsd távol a lábad. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak, az efezusiakhoz írt levélből. Testvéreim, azt mondom nektek, sőt, figyelmeztetlek titeket az Úrban. Ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságon jártatják az eszüket. Elmékre sötétség borult, elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megakadottságának következménye. Lelkileg eltompulva, kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból mindenféle ocsmányságot művelnek. Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól. Ha valóban ő ráhallgattok, és megtanultátok, hogy az igazság Jézusban van, tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi embert, akit a csalók, a vágyakozások romlásba döntenek. Úgy újjatok meg lélekben és érzéseitekben. Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent teremtmény. Ez az Isten igéje. Isten
veletek. És a veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: mindaz, aki hallgatja szavaimat, és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűrített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, sűrített a szél, neki zúdult a háznak, és az összedőlt, s nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a beszédet. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította, mint akinek hatalma van, s nem úgy, mint az írástudók. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nem sok újat mondok azzal, hogy aki jó keresztény és jó magyar akar lenni, annak ma nagyon erősen kell Szent Istvánra figyelni. Mi keresztények Jézus követői vagyunk. Igazában akkor leszünk sikeresek, eredményesek itt a földön és oda át, hogyha egyre jobban hasonulunk a názáreti Jézushoz. Ma pedig István királyra figyelünk, az egész ország, az egész község és sokan a jelenlévők. Szent István ünnepén jobbára szentre, az államalapítóra és az egyház szervezőre emlékezünk. A család évében gondoljunk most úgy rá, mint családfőre, akinek ez a hivatása korán sem szorult háttérbe az előbb említettek mögött. Minden nemzetnek vannak szentjei, jó néhánynak szent uralkodó is, de kevés ország büszkélkedhet azzal, hogy mindjárt története kezdetén egy királyi szent családra tekinthet föl. Lapozzuk fel a legendáriumokat, faggassuk a történelmet, miféle szent családot láthatunk ezer évvel ezelőtt Magyarország élén. István, Imre és Gizella alakját szentekként őrzi nemzetünk, emlékezete példaként és pártfogóként tekintett rájuk hányatott történelmének századain keresztül magyarságunk. Egy kép a legendáriumból. A király észreveszi, hogy fia éjszaka gyertyafény mellett imádkozik, zsoltározik. Egy apa, aki odafigyel fiának lelki rezdülésére. Egy apa, aki örülni tud ennek. Közhelynek számít manapság, hogy az apák túlterheltek, életük nagyobb részét családjukon kívül töltik el. Alig képesek odafigyelni feleségükre és gyermekeikre, még kevésbé azoknak a lelki rezdüléseire is. Hívő keresztények körében akár közhelynek hangozhat ugyanakkor az a kérdésként megfogalmazható igazsága: van-e fontosabb annál, hogy a szülők figyeljenek oda gyermekükre, és tanítsák meg imádkozni őket? És feltehetjük a kérdést, vajon tudná-e ma örülni egy édesapa annak, ha fiát éjnek évadján imádkozni látná? Tehát tudna-e Újhartyánba, vagy a környéken, vagy Magyarországon egy édesapa örülni annak, hogyha észrevenné, hogy éjszaka fia nem alszik, hanem imádkozik? Egy nagyon szomorú néhány félmondat. Fiatal emberrel beszélgettem nemrég, azt mondja, hogy ő nem jár templomba, nem is imádkozik, de jó kereszténynek vallja magát.
Hát egy pillanatra szétnéztem, hogy nem-e fog megnyílni itt a föld. De tudjuk, hogy az Isten az hatalmasabb, nem nyílik meg a föld, még hogyha ilyen iszonyatos dolgokat is hallunk. A legendáriumban leírt képben nem csak Imre éjszakai imádkozásai utal a szentségre, hanem legalább annyira István öröme és figyelme is. Pedig az államalapító királyról aligha hihetjük, hogy kevesebb gonddal és megoldatlan problémával küszködött volna, mint egy 21. század elejé magyar apa, mégis éber figyelemmel volt jelen a családjában is. A király gyakran megfordult az atya Géza fejedelem által épített monostorban, hogy elcsendesedve végig tekintsen az életén, elbeszélgessen a szerzetesekkel, az imádság és a munka embereivel, hogy megálljon, vissza és előre tekintsen, hogy más nézőpontból is lássa önmagát, és maga körül az életet, családját, országát és embertársát. István a király nem csak uralkodott, hanem imádkozott is. Nem csak cselekedett, hanem figyelt is. Nem csak szava volt, hanem belső csöndje is. István a családfő nem csak döntést hoz és irányt mutat, nem csak a család megélhetésére van gondja, hanem belső életére, tehát a lelkére is, a rábízottak lelki rezdüléseire is. Boldog II. János Pál pápa mondotta, ha a házastársak nem válnak lelki emberi az imádságban, valójában képtelenek lesznek a házasságra. Amikor örlődünk, hogy felbomlanak a házasságok, nem bíznak az emberek egymásba, hát igen, igen. Aki nem imádkozik, az előbb-utóbb, hát elmaradt templomtól, Istentől, párjától és mindenkitől kivétel nélkül. Az első magyar szent családban mindennapi kenyér volt az imádság. Kenyeret szentelünk majd a szentmise végén, és minden nap eszünk a kenyérből, kenyérkéből, teljesen mindegy, hogy hogy mondjuk, és minden nap van imádságunk. Nem-e mi is úgy járunk, mint az a fiatal, hogy ő nem jár templomba, nem imádkozik, de azért veri a mellét, hogy ő jó keresztény. Hát, majd lelke rajta. Előbb-utóbb meg fogja tudni, hogy elől van, vagy hátul van. Imádság és munka az ember létezésének két vetülete, hiszen az imádság egyúttal munka is. Aki ezt nem tudja, az még nem imádkozott igazában mélyen. Munkánkon pedig csak akkor lehet áldás, ha olyan odaadással és összeszedettséggel végezzük, ahogyan imádkoznunk kellene. Várjuk a jót, a szépet, az egészséget, a békességet, meg az áldást, és akkor nem adunk semmit. Hát kedves testvérek, a családtagunkra, szomszédokra, rokonokra, ismerősökre, vagy pedig a munkahelyen, hogyha állandóan csak kérünk, onnan ki fogunk csúszni. Befejezésképpen, és nem hiányozhat Imre neveltetéséből a sport, a vadászat sem. Arra az életre nevelték őt, amely reá várt király legyen belőle, nem lett sajnos. Edzett, fegyelmezett, határozott, fiatal férfi volt. Az életet akkor is, most is, csak azok, akik edzettek, határozottak, azok bírják igazában. Történelem úgy tudja, ő vezette győzelemre seregünket a győri csatába. A templomból, meg tanulmányainkból tudjuk, hogy nem csak a győri csatába vezette a seregét István is, meg Imre is, hanem a kereszténységre. Ne felejtsük el, tükörbe sokszor odaállunk saját magunkat, nézegetjük, lányok, asszonyok gyönyörködnek magukba, kell is, legyenek szépek, legyenek csinosak, egyértelmű, de a mai nap figyelnünk kell István király, Szent Istvánra, hogy mit tett, mit hagyott nekünk. Amen. Hiszek egy Istenben, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában,
Kérjük testvéreim az Isten, hogy Szent István király közben járására áldja meg nemzetünket. Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen. Áld meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán. Add, hogy az egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára. Áld meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát. Tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre. Urunk Istenünk, áld meg nagyasszonyunk és első szent királyunk közben járására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged, Krisztus, a mi Urunk által. Hozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, szentjeit közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Úr legyen veletek, Jézus, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, te Szent István királyt adtad vezetőnek az igazság útján, hogy meglássuk az éj homályban a krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen járva örök hazát és otthont leljünk. Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi embert, és kősziklára építsünk országot és életet. Hogy minden vihart rendületlenül álljunk, Krisztus a mi Urunk által. Ezért nemzetünk szentjeivel, és az üdvözült lelkek egész seregével együtt, most és mindörökké hálás szívvel zengjük, és hangos szóval énekeljük. Szent vagy,
Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlék a mellőd, hanem csak egy szó hallom, és Szent Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, hívess meg engem.
Könyörögjünk, atyáink Isteni, jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. Védelmezd népedet, melyet Szent István király tanítás által sötétségbe az igaz hit világosságára vezettél, és a föld élet után fogadd be jóságosan mennyei országodba. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Jövő szombaton fajt Józsefért mondunk szent misét, pénteken az élő rózsafűz Ércserna Mátyásné és Mukker Andrásné csoportjai vezetik. Következő vasárnap kérem a bérmálkozó jelölteket és szüleiket egy tájékoztatóra a 10 órás szentmisére és utána. Lelki feltöltődésre, hitünk jobb megismerésére lelki gyakorlatok indulnak Gödöllő Mária Besnyén, a külső hirdető táblán olvasható mindez. Az áldás után egy rövid műsorral köszöntjük Szent Istvánt, meg az új kenyeret. Utána a műsor után megszentelem az új kenyeret, és utána pedig elénekeljük a magyar himnuszt. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Szent István. Szent István az első magyar király, de ő a magyar nép legnagyobb hithirdetője, apostola is. Ezért mondjuk őt apostoli királynak. Nagyon sokat imádkozott, templomokat és kolostorokat építetett. Megalapította a magyar nép püspökségeit. Rómában a keresztény világnak főura, sok századnak előtte nagy álmot lát vala. Az álmot Isten küldte, mint jós sugallatot, szavára áhítattal a pápa hallgatott. Előtte angyal állott, Istennek hírnöke, s ajkáról így hallatszik az intő szent ige. Igaz hitnek szolgálója, Istentől fölkenett, a földön millióktól tisztelve rettegett. Adj mindenkinek áldást, kikér áldásodért, de meg ne vont érdemtől az érdemtelenért, melyel díszítni szántad a lengyelek urát, Boleszlávnak ne add meg a szent koronát. De holnap víradattal követség jő eléd, egy ismeretlen népnek hozván üdvözletét. A népnek fejedelme kéréssel van hozzád, fején legillendőbben fog állni koronád. Szólott az égi hírnök, a pápa mikor megvirradt, Istennek intéséért buzgó hálákat ad. Ajtóját ismeretlen követség nyitja meg, párduccal és kócsaggal ékes magyar sereg. Egy főpapa vezérük, tisztes ruházatú, asztrikus érsek, ékes és dúszónoklatú. A Kárpátok honából köszönt egy hősi nép, kezdi szavát, s a pápa előtt féltérdre lép. Fejedelme Kárpátoktól parancsol tengerig, övé a föld, Dunától Erdélynek széleig. István fejedelmet értem, a hallottat hírét, dicső Árpád utódját és Géza gyermekét. Hírét a hős magyar nép vérrel jegyezte fel, viszonz a pápa, küzdvén Európa népivel. Nincs nagy határ ország, hol romboló kara, nem volt a nemzetnek csapása ostora. A dajka ő nevökkel ijeszté gyermekét, még szent egyházainknak sem hagyták meg kövét. Vaj, ismerjük bíz a dulló hősi vért, s rettentő a magyar név előttünk mindezért. Mond borzadás jelével az egyház főnöke, de tiszti méltósággal kell István hírnöke. Ha ilyen volt valóban Árpádnak nemzete, annál nagyobb ezentúl a népnek érdeme. S lefestés szónok ajkal múlt mellé a jelent, újabban a magyar nép mi szépre nagyra ment. Lefesti lelkesedve Istvánt az új vezért, ki új pályán indult el aratni új babért. S most merre Dunának, Tiszának habjam én, álmillió magyar az egyház küszöbén, melynek keblébe vévén magasabb sugallatát, a békés haladásnak tűzéki zászlaját. De még a munka kezdve van csak, végezve nem. Folytatja a magyar pap, küldöm kérdést teszen, hogy amit a vallásért honában mi vele, az egyház fejedelme megszentelje, megszentesítni késze Jézusban szándékát,
s melyet viselni kíván fején a koronát. Hogy lenne, mint ország, Árpádnak hőshona, s fejedelmét díszítse, királyi korona. Szólott a szónok érsek. A pápa összemén örömkönnyű játszik, arcát övedzi fény. A szónokot szívéhez szorítja két keze, kimondhatatlan a kéj, mit lelke éreze. Engem címeznek, úgymond apostol címivel, de küldőd ilyen címet még méltóbban visel. Eredjetek, s mondjátok, mondásom az vala, hogy István nemzetének fölkent apostola. Eredjetek, és mondjátok, áldásom van fején, s mely nyomdokába lépett dicső hős nemzetén. Az egyház fejedelme királynak ismeri, mert már előbb Isten királyul tűzte ki. Eredjetek! S elővé a drága koronát, s átadta azt követvén Istennek jó szavát. Legyen királyi dísze, mondá e korona, s alatta nagy s hatalmas Árpádnak hőshona. S átadta a követnek királyi ékszerét, mely ékesítse mától István fölkent fejét. Mellé kettős keresztet hódolva nyújta át, melyel megtiszteltesse, mint úr, apostolát. Eképp nyeré meg István az ősi koronát, mely 800 óta díszíti homlokát magyar királyainknak. Megemlékezzetek, ahogy ezt az ősi mondas korszentelte meg. Ő keze áldott. Még ma is szent áhítattal mutogatják, és a hívek tért hajtva köszöntik Szent István jobb kezét. Bogizi, őseink buzgósága, ó, dicsőséges szent jobb kéz, melyet magyar, ó, hajtva néz. Drága kincse népünknek, nagy öröme szívünknek. Kérünk, áld meg országfőnket, mindnyájunkat és népünket. Szent jobb kéz, szent jobb kéz. Légy oltalmunk és örökös pajzsunk, mikor te rád feltekintünk, buzgóságra gerjed lelkünk. Jut eszünkbe szentséged, s hálát adunk te néked. Drága szent jobb, a vakságot, népünk közül pogányságot te írtád ki, s helyette Jézust hoztad a földre. Annyi ékes templomokat építettél, s klastromokat, Istennek dicsőségül, népednek üdvösségül. Boldogságos szűzanyának, mint magyarok asszonyának, népünket felajánlád, az angyali koronát. Az árváknak, özvegyeknek, szegényeknek, betegeknek, mennyi sok jót tettél, s rajtuk hányszor segítettél. Éhezőknek táplálója, mesztelennek ruházója, adakozó jobb kezed és irgalmas nagy szíved. Ezért Isten csodaképpen, rothadatlan épségében, megtartotta nevedet, dicsőíti nevedet. Drága szent jobb, maradj nálunk, utat mutass, merre járjunk. Jobb ágyaid maradtunk, uralkodjál mi rajtunk. Come on, my name.
Segítségünk az Úr nevében. Uram, hallgass meg könyörgésünket. Az Úr legyen veletek. Könyörögjünk, Istenünk, gondviselő atyánk. Minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékotként oltárod elé hoztuk az új kenyeret. Hálánk jele, amikor rá Szent Fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret. Neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őröltek, dagasztottak, sütötték, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadd, Urunk, érte köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyerünket. Mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk a mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, s aki veled él és uralkodik, mindörökkön, örökké. A mindennapú, mindenható Istennek, az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek áldása szálljon mindennapi kenyerünkre. Amen.